Több mint 2 milliárd forintot fordított fejlesztésekre ebben az évben Kisvárda. Új integrációs központokat építettek. Befejezték a több évvel ezelőtt indult kórházfejlesztést, de a település művelődési központját is felújították. A város nagy hangsúlyt fektetett idén a felzárkóztató beruházásokra. Egy közel 700 millió forintos nemzetiségi roma kulturális integrációs program részeként módszertani és oktatási központot építettek a Tordai úton. Jövőre a turisztikai fejlesztésekre fordítanak nagyobb hangsúlyt. Leleszi Tiborral, Kisvárda polgármesterével beszélgetek. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőjét. Azt gondolom, ha valaki több év kihagyás után most újra Kisvárdára látogat, akkor valami egészen más képet lát, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Örülök neki, ez közös összefogás eredménye. Én köszönöm a város polgárainak a támogatását, a város lakóknak. Én úgy gondolom, hogy az eredményt, amit elértünk, azt közösen tettük a kollégákkal együtt. Milyen stratégiai célokat fogalmazott meg Kisvárda, aminek már a látható jeleit is láthatjuk? Nagyon fontos az, hogy a közösséget tovább építsük. Megható élmény volt számomra a hétvégén a jótékonysági koncert, ahol kétszer kellett előadást tartani, ahol fellépett a Városi Fesztivál kórus a Miskolci Szimfonikus Zenekarral. Adventi gyertyagyújtásokkal a közösség, a város lakói együtt vannak. Tervünk az, hogy egy nagyon komoly turisztikai központtá fejleszünk Kisvárdát, illetve Kisvárda és környékét. Mire építik ezt a turisztikai elképzelést? Elsősorban a Várfürdőre. A Várfürdőre nagyon komoly értékben fogunk beruházni, ahol balneológiával együtt, wellness-szel van lehetőség arra, hogy a vendégek megjelenjenek. Emellett épül mellé egy szálloda, egy sportszálló, ahol sportrehabilitációtól kezdve egészen a pihenésig ad lehetőséget a város és illetve nyilván a környék vagy a más országok polgárainak, és ehhez kötődnek kerékpárutak megépítése, illetve a Rétkizitónak a teljes rekonstrukciója. Picit megelőzte a kérdésemet, hiszen pont ez az a terület, ahol nem csupán Kisvárdában érdemes gondolkodni, hanem kis összefogással azért nagyobb kitekintést kell nyújtani. Így van, én vallom azt, hogy Kisvárda fejlődése az magába vonja, és magába kell, hogy vonza a környék településnek a fejlődését. És erre nagyon jó példa a Rétközi-tónak a rekonstrukciója, ami azt fogja jelenteni, hogy kerékpárút lesz a Rétközi-tóig, a Rétközi-tó körül, és nem csak egy horgásztó lesz, hanem kielégíti a vízisportokat, a strandolási lehetőségeket, sőt összekötve a Tiszával, akár még a evezést, a kajakozást is meg lehet oldani mindezt egy helyen. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy 15 kilométeren belül a Tisza is elérhető, illetve a tó pedig 5 kilométeren belül. Tehát minden együtt egy helyen lehet kikapcsolódni, wellnesszezni és sportolni. Egy dolog az, hogy fontos cél a turistákat oda vonzani, de másik talán még inkább fontos cél az ott lakókat megtartani, a fiatalokat ott tartani. Milyen erőfeszítéseket tesz erre irányulóan? Nagyon fontos a fiatalság megtartása. A célunk az a következő időszakban, hogy a város épületeit, a belváros teljes egészében felújítsuk. A fiatalság számára olyan otthont teremtsünk, ahol tudnak élni, lakni. Itt tartsuk a környező gyárakban, és arra is gondolunk, hogy támogatjuk a fiatalságot ösztöndíjakkal, illetve azzal, hogy én arra gondolom, hogy 2 évig lakbért sem fizetnek, csak a rezsit kell, hogy fizessék azért, hogy a Kisvárdán itt maradjanak, a jó képességű, a jó szakemberek, tehát legyen az a lehetőség meg, hogy a város fejlődés az folyamatos legyen. Erős polgárosodás irányában gondolkodik a város, gondolom, hogy ezt a célt is szolgálja a közösségi főiskola, ami a így városban megjelenik. Így van, mi azt szeretnénk, hogy Kisvárda újra a régi fényében pompázzon, tehát újra egy polgári város legyen. Polgári város legyen, mindig is jelentős értelmiségi réteggel rendelkezett középiskola száma, most is 7 középiskolánk van a városban, alapítványi, egyház és a állami intézményekkel. Úgy gondoljuk, hogy 4000 középiskolás jó alap arra, hogy közösségi főiskolában gondolkodjunk, illetve olyan képzést nyújtsunk a jövő generációnak, ahol egy duális képzésben részt vesznek a gyárakban egy egyetemisták, vagy akár a főiskolások egy olyan kiképzést kapnak az elmélet és a gyakorlat mellett, hogy tulajdonképpen rögtön alkalmazhatóak.
Említette már itt az egyházakat, adódik a kérdés, hogy milyen módon tudnak az együttműködések megvalósulni Kisvárdán, és itt az egyházakra, civil szervezetekre, önkormányzatra gondolok. Nagyon őszinte leszek, és nagyon köszönöm mind az egyházak, mind a civil szervezeteknek a munkáját. Nagyon segítőkészek, együtt vagyunk. Most éppen karácsony közeledik, tehát most karácsonyra beszélnénk, hogy mind az egyházak, civil szervezetek közös összefogással igyekeznek ajándékcsomagokat összeállítani, kihordani, amellett, hogy nyilván a város is tud juttatni minden családnak, nyugdíjasoknak adunk támogatást. Most ettől az évtől már kelengye pénzt tudunk adni, hogy minél több gyerek szülessen Kisvárdán. És a civilek pedig olyan összefogással dolgoznak, és olyan segítőkészek felé, hogy a város felé, a város polgárai felé, hogy most már azt kell megbeszélnünk, hogy egy logisztikát kell felépíteni, hogy hová vigyék az ajándékcsomagokat, hogy mindenki kapjon. Az imént megfogalmazott stratégiai célokat milyen beruházások szolgálták az elmúlt évben, vagy az elmúlt években? Ez nagyon jó kérdés, és nehéz felsorolni. Tulajdonképpen nincs az a terület, ahol ne történt volna beruházás, ez legyen akár sport, egészségügy, alapellátásunk megújult, kórházunkról már volt szó, egy új technológiai tömbbel, új műszerekkel, oktatási intézményeink. Azt kell mondjam, hogy a Keopos pályázatban a város minden közintézménye megújul, sziget új homlokzatot kap, új szigetelést kap, tehát egy új városkép fog megjelenni ezáltal. Miben gondolkodnak a közeljövőben? Közeljövőben, ahogy szó volt róla, a strand beruházás befejezése, a szálloda felépítése, a stadion felépítése, a sportcentrumok felépítése, sport labdarúgó akadémia kollégium felépítése, az épületek rendbetétele a belvárosban. Nagyon szeretnénk idős otthont is építeni, időseken is segíteni, idős embereken, hogy legyen lehetőség, mert Kisvárdán kicsi a befogadó képesség az idős otthonnak. Gazdaságfejlesztésről nem beszéltünk még, a turisztikát kiemeltük, de erre irányuló pályázatokban gondolkodnak el. Nagyon fontos, hogy talán ezeket van kezdenünk a munkahelyteremtéssel. Nyilván a turisztika úgy gondolom, hogy egy jelentős létszámot fel fogok szippantani, de ugyanakkor munkahelyteremtő beruházások, a Mastergood baromfeldolgozó komoly beruházással indul a következőben, több száz ember tud majd foglalkoztatni. Jelenleg, amit azt kell, hogy mondjam, nyilván ez akkor válik biztosan, amikor már felépül a gyár, két gyár települnek Kisvárdára. Egyik egy francia cég, ahol tésztákat, illetve éti csigát dolgozának föl. A másik pedig egy olyan szintén egy spanyol cég, ami pedig a lámpagyártásba lépne be a termelésbe, és több száz fővel. Nagyon szép eredményeket értek el a fejlesztésekben, de azt gondolom legalább ilyen nagy eredmény, hogy egy város működőképes, nincsenek likviditási gondjai, és ez talán meg is alapozza a következő beruházásokban való gondolkodást is. Igen, hát hála Istennek, éppen ma kérdeztem meg, hogy hogy állunk. A költségvetésünk az 9 milliárd, a mai napi tartozásunk 600.000 forint. Tehát azt jelenti, hogy napra készen tudunk fizetni. Ez szinte a számlák feldolgozásának az idejét jelenti csak, és sőt, tavaly is már több százmillió forint pozitívunk volt, ami azt jelenti, hogy most már el tudunk indítani saját fejlesztéseket. Tavaly is tettük már járdák, utak építésében tudtunk már a város önállóan beruházni. Ha egy-két mondatban kellene összefoglalni, mire a legbüszkébb az elmúlt évben? Én úgy gondolom, hogy legbüszkébb arra vagyok, hogy sikerült egy jó együttműködést kialakítani mind a országgyűlési képviselő úrral, miniszter úrral, a környék polgármestereivel, a város lakóival, és megérezték a közös célt, hogy együtt tudunk eredményt elérni. Lelleszi Tibor polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Én köszönöm szépen, és hát ha itt vagyok, akkor áldott karácsony kívánok mindenkinek, és nagyon boldog évet. Köszönöm szépen.